Az ünnepi szentmisét követően a pécsi székesegyházban adták át a 19. tükedíjat. A ceremóniát a Domkőtárban folytatták, ahol részletes laudáció kíséretében tették teljessé az elismeréseket. A tüke alapítvány a pécsi polgárok ajánlásának figyelembevételével úgy döntött, idén két díjat is adományoz. A műszaki élet területén a kihívásokat kedvelő, a fontos célokért elkötelezett, a műszaki értékek fejlesztését végzett magas színvonalú munkája elismeréseként lett a 2022-es év tükedíjasa, Hirt Ferenc, a Kontakt Elektro Kft. Cégvezetője. Nagyon szerény eszközökkel indítottuk a vállalkozásunkat. Én büszkén elmerem mondani, hogy 3000 forint volt az alaptőkém, és csak azt lehet azt mondani, hogy nagyon kemény munkával, folyamatosan fejleszve, beruházva, jó kapcsolatokat építve, hát és ez hosszú távon működik, ami nagyon-nagyon nehéz, ugye, hogy a vállalkozást, a családi élete hogyan lehet egy olyan összhangba hozni, harmóniába, ez a legnehezebb dolog, de viszont ez a legfontosabb szerintem. A 2022-es év másik tükedíjasa dr. Kukai Tibor, a Magyar Mérnökség családjának kiemelkedő tagja. Baranya megye mérnökei tömörítő mérnöki kamara szervezetének 4 ciklus óta vezetője a tagság választása alapján. Kukai Tibort egész életútja szinte tükeként Pécs városához köti, jelentős szerepet vállalva Pécs város építészeti, a műszaki felsőoktatás és egyben a PTE fejlesztésében. Az építés, mert hogy egész életemben építkeztem, az a közjavára történik, kivéve persze, amikor magánházakat építünk, de én általában a középületeket, egyetemi beruházásokat, egyházi beruházásokat, turisztikai beruházásokat, ami a közjavát szolgálja. Idén Habsburg-Lothringen Károly főherceg és Kerényi János, a Tüke Alapítvány kuratóriumának elnöke adták át a díjakat, illetve Halmos Gábor kuratóriumi tag. Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Apukám nagyon sajnálja, és sajnos Franciaországban van, nagyon sok dolga van így a választásokkal is. Szóval hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Szerintem ez egy nagyon szép, nagyon élményes, hogy itt lehetek ezen a díjátadáson. Már pár éve voltam is itt, de rég arra még emlékszem, és most újra megérkeztem, itt minden szép emlék visszatért. Kerényi János, a Tüke Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, az elmúlt két évben a pandémia felborította a szervezést és az időpontokat, de bízik abban, hogy jövőre a 20. évfordulót már január 21-én tudják megünnepelni. Még nem tudjuk kinek, mi is kíváncsiak vagyunk, nagyon várjuk, hisz ez egy jubileumi tükedíj lesz, és már készülődünk azért, hogy valahogy összerendezzük az elmúlt 20 évet, és ha másképp nem, talán egy pendrive-on össze tudjuk foglalni az elmúlt 20 év történetét. Az ifjúsági tükedíjat Konkoly Zsófia úszónőnek, Tokió paralimpiai bajnokának ítélték oda. A civil szervezet részére adományozott elismerő oklevelet és emlékérmet a 30 éves máltai szeretetszolgálat pécsi csoportja és a szintén 30. évfordulóját tartó Törösi Péter alapítvány képviselője vehette át.